Elkezdődött a 2024-es Kocsonya Fesztivál, 3 nap, 3 színpad és több mint 60 fellépő várja a koncertezni vágyókat Miskolc belvárosában. Fellép többek között a Paddy and the Rats, az Ergo, Kowalski meg a Vega, a Velhello és a P-Mobil is. A zene mellett vásári forgatag, kulturális programok és gasztroélmények színesítik a rendezvényt. Ha itt vagytok, a legjobb helyen vagytok! Békajelmezbe öltözött fiatalok, zenészek és gólyalábasok vonultak fel a villanyrendőrtől a Szent István térig. A menethez a miskolciak is csatlakoztak. Hatalmas a nyüzsgés a belvárosban, hiszen elkezdődött a 2024-es Kocsonya Fesztivál. A hagyományokhoz híven idén is felvonulással vette kezdetét a program. Voltatok-e már máskor esetleg a Kocsonya Fesztiválon? Mik a tapasztalatok? Voltunk, és szerintem nagyon jó volt. Én élveztem, jók a programok, meg így a hangulat, a közösség. Fogtok-e esetleg csatlakozni a felvonuláshoz a végén, és milyen programokon szeretnétek még részt venni? Fogunk. Hát, a koncertekre szeretnénk majd esetleg kijönni. A fesztivál ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a Szent István téren. Egy Kocsonya Fesztivál, aminek az a lényege, hogy megkeressük, megtaláljuk, ami összeköt bennünket. Mindig szükségünk van egymásra, akkor is, amikor nem érezzük azt. Akkor is szükségünk van egymásra, amikor úgy érezzük, hogy a másik talán megcsalt, a másik talán megbántott. Akkor van még inkább szükségünk egymásra, amikor bajban vagyunk, amikor gondjaink vannak. És akkor vagyunk együtt igazán, ilyen eseményeken, ilyen programokon, ezen a fesztiválon, amikor átéljük az együttlét, a közösség élményét. Én ehhez kívánok önöknek nagyon jó szórakozást. Veres Pál Miskolc polgármestere is köszöntötte a látogatókat. Magyarország egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb vidéki gasztrokulturális fesztiváljával nőtte ki magát a Kocsonya Fesztivál, hiszen ez a Kocsonya Fesztivál szól az együttlétről, szól a finom ételekről, szól a finom italokról, szólnak a zenekarokról, szól az összetartozásról, de szól arról a kulturális értékről is, ami Miskolc, ami igazán Miskolcot naggyá teszi. Hiszen itt a program keretében nem csak a nagy színpadon könnyű zenei produkciók lesznek, hanem hihetetlenül magas színvonalú kulturális események a színháztól, az irodalmárokon, a zenészeken keresztül, itt az egész városban, 2,5 napon keresztül szórakoztatva valamennyünket. Gasztró élmények, vásári forgatag, kulturális események és koncertek. Változatos programkínálattal készültek idén is a szervezők. 3 színpadon több mint 60 produkció, csaknem 200 szolgáltató és több mint 30 kocsonya árusító hely várja a miskolciakat és az ide látogatókat. A fesztivál első napján még közös főzést is tartottak a Street Kitchen séfjei. Fürdős Zé és Eisler Zsolt egy különleges receptet mutattak be a Szent István téren. Kocsonya Fesztiválon vagyunk, állítólag szeretitek a kocsonyát, mi pedig élünk, halunk az ázsiai kajákért. A vasárnapig tartó fesztivál minden eseménye díjmentesen látogatható. A programokról és a fellépőkről bővebben a kocsonyafesztivál.hu weboldalon tájékozódhatnak.